És akkor még van egy példabeszéd, ezt még elmondom. Ezt délután kaptam álomban, kicsit lefeküdtem, és kaptam egy álmot, egy újabb figyelmeztetést. Meg kellett keressek két embert újból, két régi barátot, meg osztálytársat meg kellett keressem. De Isten megmutatta, hogy egyik úgymond benne marad a hazugságban, és a másik kijön belőle. De ki tudja, hát még a másik is megmenekül. Teljesen mindegy. Most akkor tudományos nyelven fogok szólni, ahogy adta mindenható Isten azoknak, akik ugye ilyen tudós, tudálékosabb emberek. Találkoztam egy barátommal álomban, aki egyetemre járt, és ment be a terembe, a tanterembe, ahol ők tanultak a félvezetőkről. Félvezetőkről. És ráadásul az a személy, ő szó szerint ilyen iskolába jár, vagyis ilyen egyetemet végzett, ilyen, nem tudom pontosan, hogy hívják, hardware végül is, ilyen automatizálás, meg tehát számítógép fejlesztés, meg ilyen iskolát végzett ő. Aki ismeri valamennyire a számítógépeket, tudja, hogy az egész számítógépnek az alapja a félvezetők. Jól figyeljetek, félvezetők. A félvezető, aki valamennyire is ért a fizikához, az elektromossághoz, azt tudja, hogy a félvezető az attól félvezető, hogy az egyik irányba vezeti az áramot, a másik irányba már nem vezeti az áramot. Ilyenek a diódák, tudtommal a tranzisztorok is, a processzorok is ilyenek, félvezetők. Tehát nem vezeti mindkét irányba az áramot. Tehát ugye ez már kell egy kis technikai tudás, nem nagy végül is. Tehát úgy próbálom elképzelni, mint a folyó, jön le a hegyről a folyó a hegy, na, egyszerű példa, na, ezzel most bárki meg fogja érteni. Egyszerű példa, jön le a folyó, a kis csermely a hegyről, a völgybe, mint ahogy a nóta is mondja, ugye a csermely halkan zúgott, hol útja a völgyre nyílt. Jön le a folyó a hegyről, de annak az iránya egy, az mindig lütőre megy, lejtőre megy a folyó, így van-e? Na, ilyenek a félvezetők, a diódák, ezek csinálnak ugye a váltakozó áramból egy áramot például, így van megoldva, hogy az áramot, tehát egy közönséges drót, az áramot vezeti balra is és jobbra is, mindkét irányba vezeti az áramot. Hogyha, tehát teljesen mindegy, hogy a fogyasztó melyik végére van téve a drótnak. Tehát, hogyha az akkumulátor, a bikázó kábelt, ugye úgy mondják Magyarországon, hogyha megfordítom, akkor is át fog menni az áram az egyik akkumulátorról a másik akkumulátorra. Tehát a közönséges részdrót, részkábel, ugye, az nem félvezető, hanem az normális vezető. Tehát mindkét irányba vezeti az áramot, tehát nem félvezető. Viszont a számítás technika, maga a számítógépek ugye a félvezetőkre épülnek. Erről tudnék sokáig beszélni, mert nagyon kemény megértéseket kaptam erről is. De nem fogok mostan. És nem az a lényeg, hogy én most erről disszertációt tartsak. Tehát a félvezető csak az egyik irányba vezeti az áramot. Tehát az olyan, hogyha most én felteszem a félvezetőt, rosszul teszem fel, akkor az egyik akkumulátorról nem fog átmenni az áram, mert fordítva van feltéve a félvezető. Tehát szembe van téve az árammal is, nem fog tudni átmenni a fogyasztóhoz az áram. Ez a félvezető. És akkor ment az a barátom be álomban a tanteremben, ahol a félvezetőkről tanultak. És így beszélgettem vele, és kérdeztem, hogy te, ez a másik közös barátunk, ő is veled jár ebbe az iskolába, erre a tanfolyamra, és erre a, hogy mondjam, képzésre, egyetemre. És mondta, hogy igen, persze. És akkor ő ment be a terembe, és láttam, hogy ő mindenképpen be akar menni a terembe. Talán őt nem érdekelt, amit én mondhattam volna a félvezetőkről, vagy amit mondhattam volna Isten országáról. Ő ment be a terembe, és benéztem, és ott volt a másik barátom a teremben, és ő rám mosogott, és kijött a teremből. Tehát ő hagyta a kurzust, ő nem maradt bent a kurzuson, a félvezetőkről szóló kurzuson, hanem kijött a teremből, fontosabb volt számára az, hogy velem találkozzon. Na ez volt az álom. És látjátok, hogy ennek teljesen nonsense. Ezt, hogyha elmondjuk, akkor nincsen semmi értelme. Félvezetős, egyetems, tanfolyams, kurzus, meg tanterem, meg minden, mert nincsen semmi értelme. Nincsen értelme addig, amíg Isten meg nem magyarázza. Aki adta az álmot, meg is magyarázza. Mi az, hogy félvezető? Hát a félvezető az olyan, mint az az ember, aki hallja az élő Isten szavát. Kap tőle kegyelmet, ajándékot a mindenható Istentől, és el is fogadja azt, de vissza semmit nem ad. Sem az embertársainak, és Istennel kommunikálni sem akar.
Tehát a félvezető az, mert Istennel mindenkinek van kapcsolat ezen a földön. Kivétel nélkül. Nincs olyan ember a földön, akinek nem volna Istennel kapcsolata. Mert aki kapja a levegőt, aki kapja a kegyelmet, az életet, az egészséget, annak mindenkinek van kapcsolata Istennel, emberek. Lehet ateista, muzulmán, ufológus, tök mindegy. Istennel tudtával vagy tudta nélkül mindenkinek van kapcsolata. De hogy van kapcsolata a legtöbb embernek Istennel? Mint a félvezetőnek az elektromos árammal. Tehát ő fogadja az áramot, de vissza már nem enged semmit. Vissza nem enged semmit. A kapcsolat nem két irányú, hanem egy irányú. A kapcsolat egy irányú, mint a diodának a kapcsolata az elektromos árammal. Tehát ő fogadja az áramot, vagyis egészen fogja, és átvezeti magán, de vissza már nem engedi. Na, ezt teszi a legtöbb ember a Földön. Úgy az ateisták, mint a hívők. Nagyon sok, hát erről szólt mostanig a felvétel, nagyon sok hívő azt csinálja, hogy amit kap Istentől, elássa a hátsó kertben, az agyában, a szívében, a bizonságot, amit kapott, elássa és elrejti az egy talentumot. Miért? Azért, mert ő félvezető. Fél is, ugye, hogy az emberek mit szólnak majd, ugye, hogyha elmondja a bizonságát. És félvezető, mert nem enged vissza semmit. Befelé bemegy hozzá a kegyelem, befelé bemegy, a levegő, a jókedv, az életöröm, az bemegy, de vissza semmit nem ad. Na, ezek az emberek fognak elveszni, mert a mennyek országában nincsenek félvezetők. Ott olyan vezetők vannak, akik egészségesek, és mindkét irányba tudnak kommunikálni. Mint ahogy a tüdő mindkét irányba kommunikál a levegővel, beszívja a levegőt, majd kifújja a széndioxidot, úgy a mennyek országában, és a gyermekek a tökéletességben így kommunikálnak. Nem zárkózottak, nem zárkóznak be, nem zárkóznak el embertársaitól, nem zárkóznak el Istentől. És emlékeztek, beszéltem, szerintem úgy nagyjából már mindenki számára érthető, mi az, hogy félvezető. Amúgy itt a téma úgy teljes, hogy félvezetők és fogyasztók. Mert ugye az elektromos áramban és az elektromosságban is vannak fogyasztók, mosógép fogyasztó, telefon fogyasztó, az elektromos készülékek, elektromos árammal működő készülékeket fogyasztóknak nevezzük. Na, ilyenek az emberek. Fogyasztók, mert fogyasztani tudnak, zabálni mindenki tud, élvezkedni is tud, maszturbálni is tud mindenki. Ez már mindenkiért. Tehát a fogyasztani az örömöt tudja mindenki. De visszaadni valamit abból, megosztani, hogy ő még többet kapjon, na arra már nem, azt már nem mindenki akarja. Azt már nem mindenki akarja. Érthető emberek, még hány nyelven szóljon a mindenható Isten? Még hányféleképpen beszél? Többször beszéltem már a számítástechnika nyelvén, a programozás nyelvén, hogy hogyan működnek a bittek, meg minden. Úgy is elmondtam Isten országát, mert nem azért, mert annyira intelligens vagyok, Isten megadta ajándékba, hogy úgy is elmondja. Egyszerű nyelven szóltam, akkor azt mondták, hogy hülye vagyok. Amikor komplikáltam nyelven szóltam, akkor azt mondták, hogy túl komplikált. Ennek a bűnös és paráza nemzetségnek sehogy sem jó. Szólhatsz te intelligensen, szólhatsz kedvesen, szólhatsz halkan, szólhatsz hangosan, sehogy nem jó. Mert ha halkan beszélsz, akkor mi nem beszélsz hangosabban, hogyha hangosan beszélsz, akkor meg vagy őrülve, meg vagy balondulva, hogyha egyszerűen szólsz, akkor túl hülye vagy, nem vagy iskolázott, hogyha ha intelligensebben szólsz, akkor azt mondják, hogy jó, ezt mi nem értjük, nekünk valami egyszerű kell. Ennek az nemzedéknek sehogy sem jó. Sehogy sem jó ennek a nemzetségnek. Ez van, emberek. Ha pontosan mondta Jézus, amikor örömtáncot, örömmuzsikát húztunk, akkor nem táncoltok, amikor gyászolt, gyászzenét húztunk, akkor nem sírtatok, tehát nektek semmi sem jó. Ennek a nemzedéknek sehogy sem jó, sehogy se. Bárhogy csináljuk, nem jó neki. Sehogy sem jó. A gyászoló nem jó, és az öröm óda az sem jó. Nincs ahogy lassan már beszélni, mert kifogást mindig lehet találni, ugye? Mindig meg lehet vádolni, hogy jaj, hát nem beszél elég tisztán, néha zavaros az ő beszéde, néha túl gyorsan beszél, néha hadar, néha dadok. Tehát mindig lehet kötekedni. Hogyha valakit nem érdekel, ha valakinek büdös az igazság, annak az emberek az igazság mindig büdös marad. Azt a lelket nem lehet megmenteni, sehogy sem. Mert látjátok, szeriden szóltunk sokszor, szóltunk keményen, úgyis, az többet ért. Ez a végkövetkeztetés, hogy az többet ért. A kemény beszéd az sokkal többet ért mindig.
A kemény és szigorú beszéd többet ért, mert kemény és szigorú a mi problémánk, a mi betegségünk. És akkor most a félvezetőkről még annyit mondanék el, ugye, hogy tehát az ember, a testi ember, aki testi, tehát nincs újjászületve lélek által, nem ismerte meg az igazságot, nem vált lelkivé, az ilyen ember olyan fogyasztó, amely félvezető. Tehát elfogyasztja az örömöt, elfogyasztja a kaját, elfogyasztja a pénzt, elkölti saját magára, önmagamra költöm, önimádat, önszeretet, önkielégítés és öngyilkosság ugye a végén. Tehát ilyen a fogyasztó. Félvezető fogyasztó. Félvezető, mert visszafelé semmit nem enged. Semmit. Dioda, vagy tranzisztor, vagy processzor, vagy bármi is ugye legyen. Ilyen a félvezető társadalom, amiben mi mostan élünk. És félvezető még az is, drága emberek, aki Istenhez fordult. Jól figyeljetek! Aki Istenhez fordult, de nem tért meg, az is félvezető. Mert amikor baj van, akár mekkora az embernek az arca, akármilyen nagyképűek vagyunk, és okosak, és intelligensek, és izmosak, és erősek, amikor baj van, és súlyos betegség, netán a gyermek beteg, akkor az ember Istenhez fordul. Ugye? Hát legtöbb ateista is Istenhez fordul, mert nincs ahol forduljon. Azért tudománya, a fizika, meg a, mit tudom, a dokumentumfilmek nem segítenek ottan már. Istenhez fordul. De ember, aki Istenhez fordul, nem mindenki menekül meg. Mert Isten nem azt mondja, hogy hozzá forduljunk, amikor baj van, aztán menjünk a szemünk világába, a dolgunkra, hanem azt mondja, hogy térjünk is meg, forduljunk hozzá tudományért, lelki ajándékokért forduljunk hozzá, hogy szülessünk újjá. Erre hív minket a mindenható Isten. Nem csak arra, hogy kívánságműsort csináljunk az ő kegyelméből. Tehát az Istenhez fordulás az, amit mindenki megcsinált már sokszor. Baj volt, Istenem segíts. Oké, Isten megsegített. Utána szépen ment vissza a világba, mint a 9 leprás. 10 leprás Istenhez fordult, Jézushoz egészen pontosan, és mind a 10 meggyógyult. Ja, és azzal mentek is vissza a világba. 9 visszament a világba. Csak egy ment vissza Jézushoz, hogy megköszönje és hálát adjon a mindenható Istennek az ő jóságáért. A 10 emberből, a 10 meggyógyított emberből, a 10 leprásból, és ma is 10 meggyógyított emberből csak egy fordul Istenhez, egy teszi le az életét a kereszt elé, csak egy. Egy tér meg. Egy kívánja az, hogy én nem akarok már többé félvezető lenni. Szeretnék úgy élni, mint egy gyermek, hogy adjak és kapjak, és örömmel cselekedjem ezt. Mert az ilyeneké a mennyek országa. A mennyek országában nem lesznek félvezető fogyasztók. A fizika nyelvén, a technika, ugye a számítás technika nyelvén mondhattam ezeket a példázatokat. Aki ezt megértette, megkérem szépen, ne tartsa magánál, töltse le, küldje tovább, mutassa meg embertársainak. Úgy, ahogy a lélek vezet, úgy tegyétek ezt. Nem azt mondom, hogy tömegesével így át kell egy ömleszve küldeni mindent, hanem amit megértettél, és amit örömmel tudtál te is fogadni, azt ne csak fogjad, hanem adjad is. Töltsed le, és küldje tovább WhatsAppon, Skype-on, ahogy tudod, tölts fel, ahova akarod, ahova tudod. És oszd meg embertársaiddal, hát ha még valaki meghallja a lényeget, és hát ha valaki megkívánja azt, hogy félvezető fogyasztóból, mert tudjuk jól milyen, ugye egymást gonyoljuk, ugye, hogy jaj, ezért biorobot, meg marhák, meg birkák, ugye, mert csak azért fogyasztók, ugye, fogyasztói társadalom, ezt mindenki látja, ugye fogyasztói társadalomban élünk, csak azt nem látja mindenki, hogy az oka én vagyok, mindenki, hogyha kimondaná azt, hogy én vagyok az oka ennek, ennek a zombi, biorobot, fogyasztói társadalomnak az oka én vagyok. Én vagyok a megrendelője. Az oka. Ez a baj, mert mindenki látja, hogy fogyasztók vagyunk, s meg vagyunk kötözve, s függők vagyunk, s a műanyagtól függünk, s a szextől függünk, s a piától függünk, s mindentől függünk, különböző függőség. Ezt mindenki látja. Csak azt nem látják az emberek, mert nem kértek látást Istentől, hogy ki a hibás mindezért. Az egy én nem vállalja fel a bűnrészességet. Aki nem vállalja fel a bűnrészességet, az meg sem szabadulhat. Mert ahhoz, hogy az ember megszabaduljon, az fontos észre, hogy ő is része ennek. Ennek mi is mindannyian részei vagyunk ennek az őrült világnak. És azt kéne csak mondjuk, hogy Uram, irgalmaz, ezt én csináltam, ez én is hozzátettem az én bűnömet, az én gonoszságomat, az én önimádatomat, az én önzőségemet. És az ember megszabadulna.
És ezt most főképp azoknak mondom, akik már kaptak Istentől bizonyítékot, hozzáfordultak, kaptak kijelentéseket, hogy a világosságot ne rejtsük el, mert gyermekek halnak meg. Szó szerint fiatalok, gyermekek fizikailag meghalnak. Miért? Azért, mert akik megismerték az igazságot, elrejtették azt. Hiába mondta azt Jézus, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ők elrejtették az igazságot. Amit ők kaptak, azt elrejtették. Nehogy valaki meglássa. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztal alá, hanem az asztalra tegyék, hogy világítson a szobába. Ezt mondja Jézus. Ti vagytok a világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. És higgyétek el, hogy ha valamire a mindenható Isten elhív téged, aki ezt hallott, valamire megkér, az első lépés nagyon nehéz, de utána, amikor azt megtettem, akkor jön Istennek az irgalma, az ő hatalmas ereje, jön a vigasztalása, és hatalmas öröm van abban, hogy az ember azt cselekedheti, amit az élő Istennek a lelke mondta neki, és nem azt, amit a test diktál, az amerikai szellemiség által megkötözött test diktál. Hatalmas öröm van, drága emberek. Hatalmas öröm és békesség van abban, hogyha valaki, aki nem hiszi, az próbálja ki, hogy mit jelent azt cselekedni, amit a lélek mond. Mert hogyha a polgármester kérne, hogy üzenj, hogy mondd el a szomszédodnak azt, amit ő mondott, azt megcselekednéd, akkor mennyivel inkább meg kéne cselekedjük azt, amit a jóságos Isten, az ég és a föld teremtője kijelent az ő gyermekeinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!